Gödön vagyunk, itt tart most a Gödi Önkormányzat egy lakossági fórumot, mégpedig az átlátszó cikke nyomán a Gödi kutakban talált vízszennyezésről. A Gödi Önkormányzat úgy érezte, hogy fontos a lakosságot tájékoztatni arról, hogy mi is történt, hogy a Gödi kutakba lítium és NMP került, ami egy mérgező oldószer, és ezért fórumot rendeztek, hogy kérdezhessenek a gödiek a szakemberektől. Mai eseménynek a kiváltó oka az, hogy a Gödiért Egyesület saját kezdeményezésből mérést indított, amit Gödi kutak vizéből végeztek el. Találtak olyan anyagokat, amikről teljesen jogosan azt gondolták, hogy nem talajvízbe való. Mindenképpen meg kell gátolni, hogy ez továbbiakban is előforduljon, és nem csak az NMP, hanem bármilyen más, esetleg ennél sokkal nagyobb kockázatú, nagyobb toxicitású, vagy erősebb toxicitású anyag bekerüljön a vizekbe, a talajvízbe, levegőbe. Polgármesterként a polgári védelemben van egy ilyen államigazgatási jogköröm, hogy akkor, ha valamilyen akut probléma, akkor arra mehet a megrendelés, és azt a költségvetésileg sem vizsgálhatja föl a képviselőtestület. Igen, ám, de ilyenkor megkezdődik az a jogi herce-hurca, hogy akkor találjuk ki, hogy akkor ez most az akut probléma-e, vagy pedig ez elhúzódó, és igazából tud a képviselőtestület is dönteni róla. Kirobbant ügy kapcsán kaptunk egy levelet a Budapest Főváros Kormányhivatalának a népegészségügyi főosztályától, amely azt kéri ebben a levélben, hogy működjünk együtt ennek a kontrollásában, ennek a helyzetben, és bizonyos méréseket végezzünk el, NMP-re is, illetve lítiumra is, és ezt mind természetesen meg fogjuk tenni. A Samsunggal való kapcsolattartás az kifejezetten Fülöp Zoltán képviselőnek lett kirendelve. Ő vált szót elvileg a Samsunggal, néha kapunk is vissza információt belőle. Ugye az a probléma, hogy őnek is adnak ugyanúgy információt, mint amit mi is kértünk korábban, mint például a belső monitoring rendszernek a mérési eredményei. Nem szeretnének pánikot kelteni, ez a kijelentés, de ez nem egy megnyugtató válasz számunkra, úgyhogy továbbra is küzdünk azért, hogy kifejezetten a Samsungtól kapjunk infót. Nekünk az NMP az egyik alapanyagunk, azt a katód résznél használjuk, oldószerként. Nagyon fontos, hogy a NMP csak a gyártási folyamatoknál van jelen, a végtermék ide eddig már nem tartalmazni. Mind a töltő, tehát a tartályparkok, illetve a töltő terület is kármentővel védett, ha itt keletkezik esetlegesen kifolyás, hogy az érzékelőt kell hatalmasan érzékelni, és az a terület nincsen rákötve a szennyvízkezelőre, azért ezt külön gyűjtjük, és ha ilyen történne, még nem történne, akkor ezt külön szállítjuk el. Tehát itt a keveredés a szennyvízterpünkkel van, a csapadékvíz az kizárt. Megnyertük egy pert a eljárás kapcsán, hogy Pest megye önkormányzatához kerültek az utak a Samsung körül, és visszakerültek azok a tulajdonjogok. Ez azért fontos, mert így megvan az ügyféli státuszunk, tehát azokat az információkat, amiket eddig erre hivatkozva el tudtak titkolni, hogy mi nem is vagyunk ügyfelek, mert messzebb van az út túloldalán, van nekünk csak telkünk, azokat most már meg kell adniuk. Megbeszéljük mind az EHS és a TÁS osztályokkal, és hogy milyen adatokat fogunk megosztani ezzel, egy további egyeztetést fogunk folytatni. És a továbbiakban is fogunk folyamatosan kommunikálni az önkormányzattal.